Sziasztok, folytatódik az élő. Hogy tudom felszenni a vegem, hogy ne pálásodjon. Talán így. Dénia. Sétáló utca. Haladunk a... Szóval ez most egy ilyen... Megettem volna a mikrofont. Most találtam meg, mert én nem raktam fel. Még vacakolok a mikrofonnal, lehet ki kéne kapcsolnom, de inkább nem. Talán most sikerül ide tűzni. Így jó? Így most hallotok? Most tudom olvasni a kommenteket, mert most gyalog leszek. Na, tehát végeztem a kórházba és lejöttem ide, hogy ígértem, lesz egy ilyen belvárosi sétarész. Innen indulunk a Rozettától. Ez egy körforgalom. Mint mondtam, ez egy viszonylag nagy város, úgyhogy elég sokan vannak. De itt kezdünk a szökőkútnál, és akkor megyünk lefelé. Ez egy sétáló utca. Glorietta. Nem is Rozetta. Miért mondtam, hogy Gloriettának hívják? Hát tudok, milyen házak vannak? Ilyen kis... 2-3 emeletes, nagyon szép kis, mindegyiknek, mondjuk ez pont nem, ez egy betonförmedvény. A fák már virágoznak. És akkor itt a tér, a kis szökőkúttal. És arra fogunk menni. Katalin Barta, szia, intéztél valamit? Igen, mondom. Leülök ide az árnyékban, mielőtt elindulunk sétálni. Szóval azt mondta az orvos, megnézte így a leleteimet, hogy nem értettem pontosan, de lehet valamilyen gyulladás, meg lehet valami, és ez az a rész, amit nem értettem pontosan, mert valami orvosi szakkifejezést mondott, tachiokardió akármi, tehát valami ilyesmit mondott. És akkor azt mondta, hogy ahhoz, hogy ki lehessen szűrni, hogy melyik, ahhoz el kell mennem vérvizsgálatra, amitől rosszul vagyok. Tehát ezt mondtam neki, hogy én az ilyentől rosszul vagyok, úgyhogy mindent, ami eszébe jut, azt írjon bele ebbe, mert én nem fogok ilyen vérvételre járni 2 naponta. Úgyhogy ez jön most. Ilyen vérvétel, hogyha valami gyullad, azt mondta, másképp kell kezelni, hogyha gyulladás okozza. Hogyha, de nem tudom miféle gyulladás, tehát hogy nem tudom. Na mindegy, ennyi volt. Szóval a kórházban viszonylag hamar végeztem, utána egy kicsit eltévedtem, és aztán lejöttem ide. Itt körülbelül egy órát keringtem, mire sikerült parkolóhelyet találnom, mert itt nagyon nehéz. És itt fogunk végig menni, ez Déniának a bevásárló utcája. Ez egészen, ez konkrétan pontosan neki megy a kikötőnek, tehát egész le a partra. És hát itt meglátjátok, hogy milyen kis boltok vannak, bár nagyon sok boltot találtam zárva, sok helyen ki van téve az, hogy eladó. Fekete nem a maszkot, mert nagyon sokan vannak. Na menjünk, nézzük! Most írhatok kommenteket, mert most nem vezetek, fogom tudni olvasni. Ja, és itt megyünk fel egyébként. Tehát ez a rész Dénia történelmi város központja. Hát megnézhetjük ezt a teret. Itt van a városháza, és itt van a várhoz felfelé vezető út is. Most direkt azért jövök ide, mert itt mutatni akarok nektek boltokat. Én nem tudom, ez mi lehet, kisgyerekes küvei ruha, vagy valami ilyesmi, de nagyon-nagyon sok. Ilyen kis gyerekruhák. Van egy olyan bolt is ezen a részen, ahol teljes egészében ilyen spanyol tradicionális, tudjátok, ilyen fodros, ilyen nem tudom mi, mintha az ember valamilyen táncos lenne, olyan ruhát árulnak, de kifejezetten gyerekeknek. Tehát ilyen
6 évesek likvidáción, ezt is felszámolják. Descuentos. Mindenhol árkedvezmények. Hát jó, mondjuk ez szokásos ilyenkor ruhásboltok. Ez most pont nincs zárva. Nagyon szépek ezek a ezek az erkélyek. Látjátok? Kovácsoltvas. Onnan jöttünk, majd oda megyünk vissza egyébként, csak most meg akarom mutatni ezt a teret. Itt mindenhol ruhásboltok vannak. Szóval ez a történelmi város központ, és ott van fent a vár, alatta pedig ez a polgármesteri hivatal. Itt kaptam az első rezidenciámat, tehát itt regisztráltak hivatalosan 10 évvel ezelőtt. Ezen a városházán. Itt megyünk majd oda-vissza, de egyelőre. Hát itt még, mondjuk ezt azt hiszem, ezt felújították azóta, de azért itt még látjátok, vannak romos házak. Tehát ez például teljesen lakatlan látszik itt. A városközpont szívében nézzétek, mindjárt leszakad az az erkély, úgy van alátámasztva, meg így bedeszkázva gyakorlatilag az épület, és hát persze minden, nyáron sokkal több, de itt is elég sok ilyen kiülős teraszos hely van már. Itt az óratorony. Na és itt kell felmenni a várba. Nem akarok tovább menni nagyon, mert túl sok látnivaló onnan nincs. Majd egyszer lehet, hogy felmenjük, de az ott már a várfal. És oda, az út végére építettek egy alagutat. Tehát korábban meg kellett kerülni teljesen a ezt a tömböt ahhoz, hogy a várba fel lehessen sétálni, és most meg egy ilyen alagút vezet át rajta. Látjátok, az ott a várfal. Megyünk vissza a sétáló utcára. Tehát most, ahogy mondtam, direkt ilyen boltokat, kávézókat, tehát most egy... Itt képzeljétek el, egyébként még egy szabadtéri koncert is volt, onnan fentről. Itt ezen a nagy téren volt egyszer egy ilyen kis koncert, és onnan fentről a lépcsőről néztük. Ja, és amennyire látszik, az ott a Mongó, azon keltünk át, tehát az a hegycsúcs ott már felhőben van burkolózva. Hallatszik a hang? Menjünk itt, mivel ott már jöttünk. Mindenhol ruhásbolt, itt nagyon sok ruhásbolt van. Szeretem az ilyen divatos boltokat helyenként. A spanyol bőráru az híresen jó. Tehát bőrcipők, bőrkabátok. Hú, ez mi? Tájmasszázs. És ott már virágoznak a fák. Na, mégiscsak sikerült. Na, várjatok, nem is összekevertem. Ez volt a, itt volt a szabadtéri, és azon a lépcsőn néztük. Igen, tehát itt volt a koncert, itt. És az az alagút. Ott a bejárata az alagútnak, és hát ott folytatódik a várfal. Oda lehet felmenni, ilyen kis mórablakokkal, látjátok? Ezt is a móroktól kellett visszafoglalni. Azt hiszem, hogy az ott a... Régebben jártam abba, az a Dorian Gray, az egy ír kocsma. A Dorian Gray, tudjátok a könyvről. Na, de mi most visszamegyünk a sétáló utcára. Mert nem ez a fő sétáló utca. Átsétálunk az emberek között, csak hogy lássatok egy kis életet. Tapasz bár jobbról, balról. Sőt, van parfüméria is. Újabb bolt. Most divat ez a barack szín, úgy tűnik. A barack szín a hozzáillő maszka. Eszméletlen, már a maszk is divat lett.
És sajnos itt is, ugye itt a Deutsche Bank. A németek elég jelentős számban vannak itt. Tehát a német kontingens az jelentős is, látjátok? Mindenhol ez a... És hát a maszkok. Ilyen szerintem ilyen öltönyhöz való maszk is, látjátok? Az a szélső kockás mintás, egész jó. Talán bezár minden, nem tudom. De az biztos, hogyha most akarnék üzlethelyiséget, akkor szerintem lenne. Egy építkezős cég, most ők sincsenek nyitva. Optikában sok van. És öltönyös a túloldalon. Ingek. Újabb ingatlanos. Látjátok, itt van egy öltönyösbolt. Nagyon szépen megcsináltak ezt a nagy kirakatot. Ez a bár zárva. Fagyizó. Na és visszaértünk. A Marcos de Campo-ra. Igazából ez itt inkább az éjszaka jó. Várjatok. Nagyon szép utcanévtáblák vannak, ezt meg akarom mutatni. Carrer del Marcos de Campo. Marquez de Campo. Nagyon szép kis utcanévtábla. Itt amúgy komoly cégek vannak, ügyvédek, közjegyzők, stb. És ahogy látjátok egyébként, ez itt lombhullató rész. Tehát ezek a fák, amikor kizöldülnek, akkor egy ilyen teljes lombkoronát biztosítanak itt az utcának, és akkor az utca mindkét oldalán, most üresek, látjátok, még egy óra van, tehát még mondjuk egy fél óra van ebédidőig. Itt pont nyitva van egy fagy is, ez a kafetéria, ez zárva van. És ugye ez az utca ilyenkor le van zárva, normál esetben, ha nincs gyalogos forgalom, akkor a kocsik itt is jöhetnek. Szelió. De most le van zárva. Ott látszik keresztbe, ott állnak az autók, az a fele rész. Ott hátul egészen, aki ellát odáig, ott már hajók vannak. Steakhouse. Itt már lassan gyülekezhetnek azok, akik ebédre vágynak. És nézzétek meg a házakat. Nem tudom, mennyire látszik, olyan, mint a tapétázban lenne a ház fala, ilyen fura virágmintás. És ugye ezek a klasszikus erkélyek, ezek mindenhol ott vannak. Kicsit most így csupasznakhat. Látjátok, onnan jöttünk, de nyáron nagyon szép, amikor már a fák. Hát nyáron, már hamarosan zöldülnek a fák. Majd. Ezek a klasszikus teraszos valamik. Mint egy Calcedónia. Intimissi volt. Abogados, igen, ez már itt. Ügyvéd. Tulajdon gyerekruházat. És egy furcsa kék épület. Én azt hiszem, itt voltam először bankba. Ez a sarki bank volt az első rész, ahol bankba voltam. Ott éppen egy rendőr pakol. A rendőröket amúgy nem lehet fotózni, úgyhogy most nem. Nagyon szép az utca ebből a szempontból. Persze inkább csak akkor, hogyha... Inkább csak akkor, hogyha már a fák majd kihajtanak. Szóval lemegyünk a kikötőig. Itt a Tabakosz az olyan, mint otthon a nemzeti dohánybolt. Csak Tabakoszban lehet dohányt venni.
Itt van az első ingatlan iroda, ahol az első lakásomat béreltem. Ez még megvan, te jó Isten, látjátok? Ilyen, amikor az ember 10 év után még mindig megtalálja ezt. Itt tőlük béreltem az első lakást, és hát cipők, igen. Ott még egy ingatlanos, cipők és táskák, 50% kedvezmény mindenhol. Az is egy híres bár a túloldalon. Bavaria Brau. És itt van az Alley Hop, a tehenesbolt. Ezt így ismeritek, hogy a tehenesbolt. Ezek ilyen mindenféle hülyeségeket árulnak. Itt a tehén. És a tehénen is maszk van, látjátok? Csináljunk egy közös tehenes fotót. És olyan, mint azt mondanánk, hogy két marha a maszkban. Jó megmondtam, igaz? Tessék, hát én képes vagyok nevetni saját magamon is. Olyan, mint Cyrano. Magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy mást adja, azt nem tűröm el. Emlékeztek Cyranóból erre? Újabb parfümérje mellett haladunk el. Itt már modern építési házak vannak, ezeket már annyira nem szeretem. Sok a felújítás. Úgy látszik, most a bezárásokat kihasználják arra, hogy és farmácia mindenhol. Nagyon hány fok van árnyékban? Á, egy óra lesz, mire kiírja. Farmácia az mindenhol van. Túloldalon bankia, az én bankom. Nem, nincs benne részesedésem. Az, aki egyszer megegyezte, hogy azt mondom, hogy az én bankom, hogy amit az enyém lenne, de nem. Na és akkor most érünk ki ez az utolsó szakaszhoz, ahol ott már a nagyhajók vannak. Ott az utca végén már nagyhajók vannak. Ugye ez a rész is végig szokott rakva lenni, de most semmi. Itt egy építőipari cég, a Santander, az megint bank. Connect, internetes cég. Botticelli. Azt hiszem, itt vettem a pénztárcámat. Már nem rémlik. Na nézzük, most mondhatjátok a kérdéseket. Van kb. 20 méter, amíg elérek, lássuk ki, mit kommentel. Reichelt Csilluka, sajtorta a kedvencem. Tarta de queso. Én nem szeretem. Egyébként ugye főleg csak azt tudnak csinálni. Tehát a sajtortán kívül itt igazán nincs más süti. És azt tudják a végtelenségig variálni, sajtorta áfonyával, eperrel, málnával, répatorta, de az is ugyanaz. Itt van egy gyógynövényes bolt. Milyen jól megcsinálták. Itt egy nagy napraforgó mezőt. Eszkáváltak oda. Megint egy mangó bolt. Itt meg egy utolsó megmaradt ilyen koloniás stílusú kis ház. Látjátok? Nagyon jó. Ezt itt meghagyták a sarkon. A boltíves bejárattal. Tetszik. Már ebben a forgalomban nem biztos, hogy szívesen laknék. Na nézzük. Itt a körforgalom. Körforgalom a fenét, útkereszteződés. Látjátok, a sarki bolt szintén kiadó. Itt még tovább ruhásboltok vannak felfelé. És ott látszik megint a várnak az egyik bástyája az utca végén. Túloldalon szerintem ez egy fogászati klinika. Klasszikus erkélyes ház. Itt emberek ülnek, és friss croissant. Ú, de ilyes vagyok most, egy kis friss croissant milyen jól jönne.
Friss croissant meg fánk. 3 darab kerül 1,70-be mindenből. Ebből 5 darab kerül 1,10-be, ebből 4 darab 2,10-be. Csak hogy árakat is lássatok. És itt egy páran kávéznak. Ruhásbolt. Ez a Blue Marine ruhásbolt, itt minden kék és fehér, tehát ez ilyen tengerész ruhákat árul. Hát, hogy nekem is kéne egy ilyen horgonyos ing. 27 euró. Hoppá, hoppá, most tolad be, ajajaj, azt nézzétek meg, most jöttem rá, hogy hát ez a nagy dolog, ami ott tolat, az meg a komp. Hát nem látjátok, de most pont ott a vége még egy kicsit kilóg, megjött a komp. Ibizáról. És a sarki épületeket pedig teljesen renoválják. Úgy tűnik, hogy kihasználják az alkalmat, hogy be voltak zárva. Na itt vagyunk lent közvetlenül a parton. Kicsit szedem a lábam, hát ha még meglátjátok a kompot. Most vagy nem látok a naptól, vagy ha felteszem a szemüvegem, akkor nem látok a párától. Itt van egy nagyon jó kis hamizda. És ott tolat a Balearia egyik hajója. Ah, piros a lámpa. És itt pedig ilyen nagy luxus hajók parkolnak. Hoppá, zöld. Na hát ezt pont így tervezték meg. Látjátok a luxus hajókat? Ugye mind a két oldalon. Itt szoktam biciklizni, egyébként nagyon jó kis bicikli út van. De most ki akarok jönni ide a móló végébe. Egyébként itt akartalak titeket elvinni. Most köt ki. Igen, látjátok? Az óriási nagy hullámok a hátulján. Az, hogy most lassít. Mellett ott jön be egy kis csónak, milyen kis picike. És hát ez a vitorlás, ez hatalmas. Tehát ez az, amit épésszel nem nagyon tud az ember, hogy ennyi pénzt lesz együtt valaha. Na igen, innen indulna, van egy olyan kis napelemes hajó, ami ettől a mólótól, tehát innen, ott szembe a Balearia porthoz átmegy. Tehát csak ennyi az egész, ingyenes. Most kezd el lemenni a rámpa. Látjátok, lassan nyílik lefelé a rámpa. És mindjárt elindulnak majd. Ott meg a száraz dokban, ott látjátok, egy másik Balearia hajó be van vontatva a száraz dokba. Némelyik hajó akkora, hogy igazán úgy látszik, hogy mekkora is, hogy így azt nézzük, hogy a hátulja az mindegyiknek ugyanaddig érte. Látjátok, ez egy hatalmas hajó volt. És ahhoz képest annak mennyire kilóg az orra. De hát ez olyan, mintha még egyszer annyi hajó lenne. Katalin Barta kérdezi, mindenhol kovácsolt a serkélyek vannak. Amíg felolvasom a kommenteket, addig nézzétek, ahogy megindulnak az első kamionok. Igen, nagy rész ez hagyomány így. De nem csak itt Valenciában, Madridban. Mária János így nébalag, úgy látom, ott már kezd beindulni az élet, vagy tévedek. Igen, kezd. Na nézzük. Most már úgy látom, teljesen lenyílt a rámpa, lassan megindulnak az első. Nem tudom, hogy személyautók vagy kamionok jönnek ki először. Na látjátok például azzal a biztonsági tanfolyammal, amit megcsináltam, mert ezen a hajón dolgozhatnék, csak hát marinéron nem akarok lenni. Nyilván. Itt jön be egy kis halászhajó közben mellette. Na, még mindig ereszkedik a lámpa. Igen, már kiszálltak ketten, és akkor ellenőrzik, hogy jó-e. Űrlény Boldizsár. Atyaisten, micsoda név. Űrlény Boldizsár. Hát, aki jött mögöttem valaki. Egy
Ez egy turista hajó, amit mögöttem van. Nem tudom, hány fok van, de hát így félig ilyen rövidújusan, azért süt a nap, melegen van. Nem azt mondom, hogy meg lehet izadni, olyan meleg van, de ennyi pont elég. Tehát nem kell se kabát, se még jobban rövidújja. Egy kis szél van. Tehát ez a turista hajó mögöttem az, ami Dénia és Hávea között közlekedik. Tehát ez így megkerüli a Szirtfokot, és oda-vissza jár. Na, megindultak az első. Egy Citroen, egy C2-es kacsa jött le először. Egy sárga, olyan, mint amivel Louis de Funé vezetett. A motorosok meg kocsik jönnek, most úgy látom nincs benne. Vagy lehet, hogy a kamionok hátul vannak. Semmi védőkorlát nincs a part szélén, kérdezi Zsuzsa Pestiné. Nincs. Tehát így simán beleeshetek, ahogy akarok. Ennél sokkal magasabbról löktek bele a vízbe egyébként. Tehát látjátok, várjatok, ott látszik nagyjából a múló magassága, hát annál magasabbról löktek bele a vízbe, amikor a túlélő tanfolyam volt. És ugye itt ez a kikötői terület, de egyébként ott végig ugyanúgy hajók vannak. Az ott a mentőállomás, látjátok, ott vannak, az a Cruz Roja. Spanyolul így van a vörös kereszt, hogy Cruz Roja. És amúgy ez egy nagyon aranyos tengerparti sétány. A Mongó az még mindig kicsit úgy felhőbe burkolózva. Tehát azért ez még nem egy nyári nap. Na nézzük meg egy kicsit ezeket a luxus hajókat. Melyik lehet Mészáros Lőlői? Mit gondoltok? Itt is van neki egy? Jaj, biztos lehet. Hoppá, rendőrautók szirénáznak. Na miért? Nem tudja akarán látni. Mutatom így nektek. Tehát ez a Pershing 76-os, ez is egy óriási hajó már, ez itt, de ez semmi ahhoz, egy kis zsebcirkáló ahhoz képest, ami mellette van. Tehát az már egy többszintes, többfedélzetes, hatalmas hajó. Mi látom olasz zászlóval? Újabb vitorlás. Ez egy valami nagyon modern vitorlás, nem az a klasszikus felépítményes. Aha, elég nagy. Na és itt van az a hosszú-hosszú hajó, aminek annyira kilógott az orra. Tehát ezen körülbelül, hát én nem tudom, hát ezen az egész kormány elfér. És látjátok, ott felül van még egy hajó bent, az daruval emelik ki, és akkor azzal szállnak partra, vagy hát mit tudom, lehet vízisíjelni is. Személyzet rajta van, ott fent a másik hajót pont mossák, az a legnagyobb. Ez nem is tudom milyen zászló. A csücskében angol van, de ez nem angol, hanem valami van még rajta, ez valamelyik angol felségterület lehet. Valami sziget, vagy valami ilyesmi. Na, azt nézzétek meg, az mekkora. Hátjátok ott fent, ahogy az ember mossa a... Vagy milyen kicsi. Ugye az a, mellette az a két nagy hurka, azok a mentőhajók, amik felfúvódnak, amikor gond van, akkor ezt bedobják. Szerintem a másik oldalon is van még kettő ilyen. Hatalmas az elképesztő, tehát ezt nyilván ezt már én se vezethetem. Ki van egy private yacht? Georgetown. Georgetowni. Igen, akkor a zászló az lehet Ausztrália talán, vagy Új-Zéland? Itt most pont nincs több hajó, és közben látjátok, ott ezen a semmiben lógó hídon, ott most jönnek ki az emberek, látjátok? Aki nézi egyébként az élőt, az nyugodtan rákattinthat a megosztásra, és akkor még mindig jönnek ki a kocsik, ott felül meg az emberek. Tehát ez az a nagy komp, ami jön, és hát figyeljétek, az egy óriási komp, de ha megnézitek ezt a hajót, hát nem sokkal kisebb. Tehát eszméletlen. Még itt is ritkán látni azért ekkorát. Igen, ezen az oldalon is van két mentőcsónak. Ez valami félelmetes ez a hajó, tehát ehhez már lakás nem kell. Ez nagyobb, mint a villa, amiben lakom. Magasságra is, meg minden szempontból nagyobb. Na, átmenjünk, ott van szembe a kedvenc
hát szállodám, nem mintha laktam volna, csak nagyon szeretem ezt az épületet. Egyébként nyáron ez a belső rész az, ami nyüzsgősebb, az ott. Tehát a pálmafás rész az, ami jobban megy, mert ott végig, látjátok most, hát valamennyire látszik, de igazából ott végig ilyen kirakodó vásár van. A kirakodó vásárt úgy értem, hogy asztalok meg székek, tehát ott kávézók vannak. És akkor ez a hatalmas kikötői rész, ugye itt állnak meg az autók, akik gyalogosan akarnak átmenni. Hát nyilván kocsival, a komp azért van, hogy kocsival is át lehet menni, de van, aki csak leteszi itt a kocsit, átmegy Ibizára, lehet, hogy ott is van egy kocsija, vagy mit tudom én. Úgyhogy azoknak az autóknak van itt a parkoló. A következő rész, ez a nagyon-nagyon nagy hosszú rész, az pedig a kis hajó kikötő. Ott van a rengeteg-rengeteg hajó, akik, hát ilyen kis magánszemélyek, 6-7-8 méteres hajók, tehát ezek a kicsi hajók. És akkor itt jön a... Arról beszéltem, az a kedvenc kis szállodaépületem. És egy pillanatra látszik a várnak a teteje ott felül. Ez a bicikli út, óvatosan kell mennem, mert jogosan elütnek a biciklisek. Na és akkor itt az étterem, vagy itt a hotel után, ahogy a kanyar megtörténik, ugye itt ez a kanyar rész, akkor utána megint éttermek vannak, meg ilyen kiülős részek, úgyhogy hát várjátok, mennyi az idő, most már kezd lassan fél kettő lenni. Sosem tudom leolvasni az órát, igen. Na, innen látszik a szállodaépület. Szeretem az ilyen tipikus kis erkélyes. A másik is sem rossz, az a másik sem rossz, de nekem ez a kedvencem. Mit szóltok? Mit szóltok? Na, ennyi az a nap, hogy nem látom a kommenteket. Sándorné Katz, nagyon szép hely, gyönyörűek a hajók. Igen, nekem is kéne, vagy kettő. Jó, egy is elég lenne, csak már lenne. Mária Jánosiné Balog, nagyon szép, jó lenne a hajóval kerülni egyet, csodálatos élmény lenne. Hát igen. tehát annak a Georgetownnak a bérleti díja, én el sem tudom képzelni, hogy mennyi lehet. De szerintem olyan egy hétre, szerintem olyan 100-150 ezer euró. Na nézzük, közben ideértem a kis kikötőhöz. Tehát látjátok itt... Na, lemehetünk egész a szélére. Nézzétek meg a halakat. Látjátok, mekkora óriás halak úszkálnak itt? Látjátok? Ezek ilyen, hát mint az alkarom, olyan akkorák. Már pedig nekem elég nagy alkarom van. És természetesen megint nincs korlát, itt pont jön egy horgász. És látjátok, hatalmas rajokban vonulnak. Szerintem várnak valamiféle kaját. Azt hiszik, dobnom, hát hoznom kellett volna kenyeret. És akkor itt a vége, láthatatlan tömegben ezek a kis hajók. Ezek a része, ezen a részén egy kis motorcsónakok, itt már ezek nagyobbak, tehát ugye ennek például, ennek már van egy kis kabinos része is. Hát ezek olcsó, kis, egyszerű hajók. Menjünk itt végig akkor a parton. Látjátok, éjszaka ki van világítva a reflektorokkal. Este se essen bele az ember. Egyébként a horgász nagyon bámult. Csak szerintem nem akart oda jönni, hogy videózok meg, hogy ott vagyok, mert amúgy itt tilos horgászni. Tehát a kikötő területén, a kikötőnek a teljes területén tilos horgászni. Nyilván azért, mert a halak itt már megszokták az ember közelségét. Tehát ha most beleugranék, kézzel ki tudnám fogni őket, úgyhogy ez nem sportszerű.
Ott a gát meg túloldalán, meg azon az irányban is a gát túloldalán, ott horgászhat, de itt nem. Hogy mutatok így a hajók között? Ez a hülye maszk, ez állandóan rajta van, ez így nem túl jó. Így csinálunk egy ilyen állóképet, majd ez lesz a főcím. Már most már ez igazából két videó, nem? Volt egy ilyen főutcán sétálok, meg egy ilyen hajós, ezt már külön kéne választani. Na, menjünk itt át, mit szóltok hozzá, nézzük meg az éttermeket. Úgy mutatok még egy közelit a... Némelyik hajó nagyon lepukkant, tehát ezek ilyen... Tehát ilyeneket ugye bármikor tudnék venni, csak hát ezeket nem... Ezek pár ezer eurós hajók, tehát ilyen... Itt mondjuk 4-5 ezer, talán még annyi se. Az a Starfisher, ami például egy horgászoknak kitalált jármű, mit tudom én, mondjuk 10-15 ezer körül. Tehát ugye ezek ilyen olcsó hajók. Ott hátul pedig az új építésű, az az új kikötői rész. Ott boltok, éttermek, ilyesmik vannak, hát ugye aki megérkezik valahonnan. Tehát természetesen ez nemzetközi kikötőnek számít, tehát ez határátkelő. Mint minden tengeri kikötő, ez határátkelő, úgyhogy azoknak, akik olyan országból jönnek, ugye itt be kell jelentkezniük. És hát ott a terminál épületben bejelentkeznek, utána egyből mehetnek étterembe mindenhova. Látjátok innen is, milyen hatalmas ez a hajó? De az utca végén még mindig látszik. Hatalmas az a jacht. Na és itt jönnek az éttermek, amik szinte teljesen üresek annak ellenére, hogy most elengedtek a kocsik, azért jövök át, intettem. Itt elengedik az embert az ebrán. Tehát itt kezdődnek az éttermek, nagyon szép, nagyon hangulatos, szépen felkészített asztalok. Már így lemosva a por, meg minden, úgy értem, megterítve nincs. És az a két sávos tengerparti út végig pálmafákkal szegélyezve. És hát itt végig, mondjuk az Elraszert, nézzétek meg egy kicsit az árakat. 10, 11, 12 euró. A húsok az inkább olyan 17-23 euró. És természetesen ki van írva két nyelven, angolul és spanyolul is. A napi menü az pedig 28-50. Ez őrült drágának számít, tehát ez nagyon drága ennyi pénzért. Na ilyen a hamisítatlan tengerparti élet, hogy néha egy nagy pick-up, meg egy ilyen hajószállító tréler megy el előttünk. Ez a jamaikai inn, a kedvenc koktélbárom. Már eléggé. Látjátok, Jamaica inn. És mellette a La Barqueta. Ez talán a két legrégebbi épület itt. És ott fent a teraszon vannak is egyébként. De egyébként üres minden asztal. Nincsenek. Hiába van most ebédő, de nincsenek emberek. Ez itt is szépen meg van terítve. Hát és ez sem sokkal olcsóbb. Itt is 25 euró, 24 a gambas. Mondjuk itt a napi menü az csak 15 euró. Az ital nincs benne, tehát akkor azzal megint felmehet. És hogyha itt tovább haladnánk, hát odáig már nem fogok elgyalogolni, de ott, ahol ez az út véget ér, van egy körforgalom, és ott kezdődik a homokos tengerpart. És ez is most itt teljesen üres, de nyáron amúgy ez zsúfolásig van. Be lehet menni így a kis szűk házak közé, és akkor itt teljes egészében tele van asztalokkal, de most nincs. Most a kalózkapitány is egyedül átsorog itt. Ez olyan, mint egy Lego figura, nem? Mert a keze meg a lába olyan, hogy így egyből rá lehet ültetni egy lóra. Itt vagyok a kalóz kapitánnyal. Túl alacsony hozzám. Na és akkor ott látszik fent a vár.
ott fent. Ez is kiadó itt, ez is be van zárva. Ezen az utcán végig éttermek vannak szintén. Ez egy fagyizó. Itt az egyik hely nyitva van, de túl sok élet nincs benne. Ez egy pizzéria. És itt meg egy szőlőlugas egy tehénnel a tetején. Látjátok, ott egy kis tehén, de hogy az mit szimbolizál, azt az jóisten se tudja. Viszont a szőlő, az a falból nő ki. Látjátok, tehát valahol belül nő, és így a falon keresztül nő ki, és így ide vezették már zöldül. Már Son Gallego, Chacobeo. Na nézzük ennek a menüjét is. Hát ez itt beljebb, ez már lényegesen olcsóbb, igen, ilyen 8 és 15 között, tehát ez már nem a 20 eurós régió. És akkor itt közeledünk a várhoz, ezekben a kis zegzugos utcákban. Nem mondanám, hogy olyan nagyon fölénk tornyosul a vár, de ahhoz elég volt egyébként, hogy védelem szempontjából ez jó legyen. Itt már ülnek egy páran. És itt laknak is. Képzeljétek el, hogy kilépsz az ajtón, és akkor egyből az étterembe. És ez így a végtelenségig folytatódik. Minden egyes kis újabb kis utcában vagy kanyarban vannak éttermek. Látjátok itt a tapasz menü felírva. €6-8 euró egy tapasz. És megérkeztünk a várfalhoz. Ez lesz itt az utunk vége. Ez lesz a vége az utunknak. Fölöttünk teljes egészében a vár. ¿Por qué está grabando? Ah, solo por mi amigos. Es un Facebook. Hasta luego. Ide jött egy nő és megkérdezte, hogy miért vettem fel a menüt. Lehet, hogy félnek a konkurenciától. És hát igen, itt is valamit renoválnak. Egy egész régi épület, új ablakok, egy téglával kitámasztva az ablak, egész jó. A bejárat az még teljesen szét van verve. Igen, a vár sincs amúgy annyira jó állapotban, ezt ugye évek óta újítgatják már. Látjátok, itt ez az első bástya is, hát eléggé omladozós, meg ugye be van nőve teljesen ilyen mindenféle nyavajával. Fákat is ültetnek persze, de egyébként mindjárt megmutatom itt, ha az oldalához odaérünk, hogy ez egy ilyen nagy sziklára épült. És ugye ezt mindenféle gyom így belepi. Itt most látjátok az oldalát, ahogy a sziklára épült, és ez az első bástya, az meg ott már a belső várrész. Megérkeztünk. Nézek egy pár kommentet. Csak átjövök ide az árnyékosabb oldalra, mert most már kicsit kezd melegem lenni. Ősi kövek között járunk. A déniai várfal. És ez már egy kicsit úgy a lepukkantabb része Déniának. Na nézzük. Katalin Soltinék is. Máig bealanyoztad a napunkat. Húha, ennyire? Gondoltam, ma már... Egy már nagy a forgalom. Tehát mondom, hogyha már kórházba kell mennem, amit nem szeretek, teljesen mindegy, hogy ugye nem csinálnak, tehát most nem számítottam arra, hogy arra, hogy a vérvétel most lesz, vagy bármi, de amúgy már így az ember így már nem szereti a kórházba kell menni, mondom, legalább akkor valamivel dobjuk fel a napot, így csinálunk egy kis sétát. De hát akkor, ha bearanyozásnak sikerült, akkor az még jobb.
Ádám Éva. Tényleg? Ádám Éva, ez nagyon tetszik ez a név. Várok új videókat, sok érdeklődéssel. Katalin Bartama, megint egy jó nagyot sétáltunk veled. Tökéletes városnézés volt, köszi. A délután a jó pihenést, hazafelé az úton vigyázz magadra. Igen, lehet, hogy hát visszafelé az autópályán megyek. Az egy kicsit gyorsabb. Meg nem tudom, megyek a McDonald'sba egy hamburgert, vagy megyek egy hambit, mit tegyek? Az a baj, hogy van otthon egy csomó kaja. Ah, itt van egy... Van egy lépcső, ami egy vaskapuhoz vezet, ami le van lakatolva. Ez lehetett korábban a feljáró, a városkapu. Valaki ezt írja? Kírja? Icuka babós, dugd el az orrod! De az én oldalamon nincs senki. Ha jönnek szembe, akkor felszoktam húzni a maszkot. Csak azért van lehúzva, hogy halljátok, vagy értsétek, amit mondok. Mert a maszkba... A maszkba így... Így mondani... Ugye nem értettél egy szót sem belőle. Na nézzük. Nézzük, hol vagyunk. Meg kéne találnom a kocsit. De amúgy még simán még mindig el tudok tévedni Déniába is. Nézzük tovább a kommenteket. Izsó Gábor, né, bámulva nézem, mondhatom, voltam Spanyolba. Igen, egy kicsit olyan érzés. Azért szeretem ezeket az utcákat is megmutatni, látjátok, ahol jönnek az autók, ahol így hallatszik a motor. Tehát nem csak azt a szépet, hogy akkor most lemegyünk a partra, és akkor csobog a tenger, ott a homok, ott a pálmafa, hanem bemutatni azt, most jönnek szemben, most felteszem a maszkot, hanem bemutatni azt is, hogy ez is kiadó. Ez nagyon furcsa, rengeteg, és a mellette lévő is. Mind a kettő kiadó. Tehát nagyon sok a kiadó üzlethelyiség. Ez nem volt jellemző Déniának, ez a központi része, ez nagyon kelendő. Tehát szeretem megmutatni azt is, amikor ilyen zajos belvárosias rész, mert néha meg ez hiányzik. Tudjátok, már 5 éve lakom ott kint a hegyen, a semmi közepén, és néha így, nem tudom, ez ilyen feltöltődés. És azért is mondtam, átjövök a kórházba, itt most fogok sétálni egyet, mert egyszerűen néha az embernek kell az, hogy ne kapjon hülyét. Ó, 9 euróért volt menüdel dia. Lehet, hogy ennem kéne itt egy menüdel dián. Szóval kell az embernek az, hogy ilyen kocsi zajt halljon, kipufogó füst, kicsit szemetes, koszos az utca, ugye, nem úgy, mint nálam. Ugye nincs senki, nincs, aki összekoszolja. Meg ez a... Ez, hogy emberek vannak. Tehát ugye most itt van valaki talicskát. Éppen talicskát. Már nem tudok átkapcsolni. Már most már mindegy. Talicskát borít, látjátok? Vagy lányok jönnek szemben, na, hát még ilyen nem is volt. Ilyen nincs az én környékemen. Azt hiszem, itt kell fölfelé mennünk. Ott egy templomtorony. Aha, itt a Mercadona. Közeledek az autóhoz. Tehát nálam nincsenek olyanok, hogy az ember lemegy a... és lányok jönnek szembe az utcán. Még akkor sem, ha egyébként lemennék a városba, mert ugye, ahol én lakom, az inkább ilyen majdnem teljesen nyugdíjas környék. Nem mintha az én korosztályom lett volna, nem azért mondtam, csak az én korosztályom sincs azon a környéken, ahol én lakom. Így aztán a rossz kedvet az természetesen állandóan fokozza a társtalanság. Ami mondhatom úgy, a társtalanság megszüntetésére irányuló törekvések kudarcra vannak ítélve az én környékemen. Ez jó hangzott. Egyrészt, mert ugye ezt már sokszor elmondtam, de az új követőknek elmondom újra,
hogy, mert ezt kérdezgetitek mindig, hogy hát miért vagyok egyedül, ugye magyar társat szeretnék, az meg itt nem nagyon van. De ha németet, hollandot, belgát, svédet, akárkit akarnék, se nagyon lenne az én könnyékem, mert atyaisten, na ez egy iskola például. Nézzétek, milyen zöldre van festve. És ott a várfal. Jó felé haladunk. Hatalmas csatazaj. Na várjatok, lehet arra is menni. Ez szerintem nekem erre kell menni. Ilyen egy iskola. És itt is a kapura ki van téve. Maszk. A várfal mellett fogunk felmenni. Megkeressük az autót. Most ez nagyon hosszú videó lesz, de jöttök velem, amíg meg nem találom a kocsit, mert félek egyedül. Hányan vannak most Magyarországon, akik nem evédelnek, hanem inkább ezt a videót nézik? A kebabos nyitva van. Vehetek egy kebabot. 6 euró egy kebab. Hát gyertek, a kebabos nyitva van. Ó, itt is van egy nagyon szép szökőkút. Emlékszem már erre a térre. Itt van a Dorian Gray. Ennek a végében voltunk az előbb. Na nézzük meg ezt a kis szökőkutat. Valami flamingók, vagy mik ezek? Vannak az alján. És így kellemesen csobog itt, a semmi közepén. Látjátok, háromszintes. Egy galambos szállt el. Elijesztettem egy galambot. Igen, emlékszem már, ez az utca az, ahol este, amikor diszkó van, akkor megmozdulni nem lehet. Nem tudok átmegyek a túloldalra. Itt is van egy olyan épület, ami szerintem ez nem egy lakott épület, mert a fanyírászárók eléggé le vannak lakva, ott felül meg már az ablakok be is vannak törve. Nagyon szép klasszikus épület, itt spanyol szempontból klasszikus épület. Csak el van hagyva. Sok ilyen van. Itt egy pizzéria. Ma még nem ettem egyébként, csak hogy tudjátok. Róma. Illetve nem is biztos, várjatok már, ez a Dorian Gray-es utca. Most már összekeveredtem. De szerintem ez. Mert igen, itt lehetett lekanyarodni, és aztán azt a mindenit. Hú, ez olyan, mintha ilyen 1000 nyilvessző lenne a körélőve. Látjátok, tehát ruha, körébe lőttek 1000 nyilvesszőt. Micsoda kirakatok vannak? Gondolom, ezek helyi hírességek, mármint a spanyol hírességek, hogy ők is ezt a ruhát hordják, de én nem ismerem fel őket. Itt mennénk vissza egyébként ez a Marco de Campo-ra vezető út, és valahol a kocsi az valahol erre van. Na nézzük, miket írtatok. Most beleolvasok egy-két kommentbe megint, mert... Simonyák László, én abba hagytam a takarítást, és téged nézlek. Örülök neki. Igen. Igen, ez a Dorian Gray-es utca. Nézzétek! Ez a Paddy O'Connor. Ez az ír kocsma. Megyetek? Ott mászik Paddy. És mellette, emlékszem, ebben is sokat voltam, ez egy arab bár. Fogalmam sincs, nem tudom kimondani a nevét. De nézzétek meg ezt a kaput. Ez lehet vagy 100 éves.
meg maga az ajtó is. Hát tudok, van rajta vésve egy ilyen kukkolónyílás, az teljesen modern, de minden más az régi. Nagyon szép. És ez a Soho. Mellette pedig itt a Dorian Gray. Ez volt a kedvenc helyem. Belül nagyon jól néz ki. Tulajdonképpen a Taurus. És ugye ez is az a rész, ahol ezek a szép kis teraszok vannak. Hát jövök ide, és akkor így fel tudom menni a Dorian Gray-t. Kétszintes. És belül nagyon szépen van berendezve, úgy néz ki az egész, mintha egy könyvtár lenne. És mutatom azt hiszem, hogy ez a jacaranda fa. Látjátok? Nagyon szépen virágzik. Legalábbis, hát talán az, nem tudom. És ugye ez így végig be van ültetve az utcán. Icuka, babós icu, nálam tojásleves, azt nem szeretem, sült csirke, grillburgonya, alma és birskompot. Na, figyeljetek, most mindenki fejezze be. Marhára és vagyok, senki ne írogasson be olyat, hogy mit ad enni a családnak, mert nekem nem ad enni senki. Na már úgyis eljöttünk ideig, akkor itt láthatjátok az alagutat. Tehát azaz az alagút, ugye itt voltunk, ott van az önkormányzat, ahol először jöttünk, fölöttünk a templom, és utána a vár, és ugye ez az alagút, amit nemrég fúrtak azért, hogy hát így át lehessen menni a vár alatt a túloldalra, és ne kelljen megkerülni azt az egész hatalmas kerülőt, amit én most tettem. De a lényeg az, hogy ne írjátok be, hogy mit esztek. Anna Antal néz zobok ide, jó? Beteg ágyból nézem, jobbulást. Mi bajod? Valami megfázás? Katalin Barta, meg lesz végre az autód? Már unod a kirándulást? Kíváncsi már, hogy rátalálsz-e. Na várjátok, itt már voltunk, ez a Deutsche Bank. Akkor nem itt megyek. Nem itt jöttünk. Ez a Deutsche Bank. Ezen az utcán jöttünk le. Most ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú műsor lesz, amíg megtalálom az autómat. Nem baj akkor is, hogyha mindenki elmegy addig enni. Mert mi az, hogy még csak most esztek? Otthon már 2 óra van, nem? Vagyis mindenhol 2 óra van, de úgy értem, hogy otthon ez már régen ebédidő. Lily Queen. Nálam bundás kenyér tejában, most meg készül a hortobágyi húsos palacsinta. Utállak. Na jó, nem. Akárki is vagy, Lily Queen. De... most hálassan el is fáradok amúgy. A húsos palacsinta. A hortobágyi húsos palacsinta a kedvencem. Katalin Soltinék is, már olyan éhes vagyok. Nézzétek, milyen aranyos kis bodegás rész ez itt. Azt hiszem, hogy itt lefelé. Talán itt lefelé. Aha, várjatok. Szerintem most közeledünk a parkhoz. Olyan nehéz volt itt, képzeljétek el, parkolóhelyet találni, mert annyira szűkek az utcák, hogy ugye az egyik oldalán lehet megállni, ja, és minden ingyenes. Tehát főleg az ingyenesség a probléma. Igen, azt hiszem, ugye? Ezzel kezdtük, ezzel az erkéllyel. Húha! Jó felé haladok. Friss festékszag van amúgy mindenhol. Szóval annyira keskenyek az utak, hogy még ha lenne is hely, ami egyébként nincs, akkor sem mennék megállni, mert elviszik az oldalát. Tehát voltak olyan utcák, ahol csak úgy tudtam átmenni, hogy konkrétan ennyi hely volt a két visszapillantó tükör között. És hát voltak olyan kocsik, amiken simán látszott, hogy már vagy hatan meghúzták. Mondjuk ez itt nem újdonság. Na itt vagyunk a Gloriettánál. Hogyha Isten, lejártam a lábam ebbe a cipőbe. Itt vagyunk, látjátok a szökőkútnál. És akkor a kocsim az elvileg itt van ebbe az utcába. Na nézzük. Látom, még vannak, akik kitartanak az élőadás mellett.
Mindjárt odaérünk. Itt a szökőkút, emlékeztek? Ezzel kezdtünk. A szökőkúttal kezdtünk, és szerintem ott parkolok. Igen, 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 innen indultam. Na, amíg odaérek a kocsihoz, lássunk még két kommentet. Anna Mária mezei, kellemes, szép kirándulás, séta, napsütés, tenger, különleges kis város, köszönet. Igen. Szerettem Déniát, gondolkoztam is rajta, hogy vissza kéne költözni ide, most, hogy már ugye bárhol lehetek elvileg, de ha most gondolkozom is költözésen, akkor lehet, hogy inkább lefelé kéne Alicante környékére, mert ugye az nagyobb város, esetleg több üzleti lehetőség van, majd meglátom. Mindenesetre, ha új helyre megyek, akkor új kirándulások lesznek. Katalin Soltinék is. Itt hűl a székely káposzta. Csak beírja mindenki. Zsuzsanna Székely. Erdélyben havazik, szép napot, jó kirándulást. Havazik, tényleg? Ah, megvan a kocsim. Megvan a kocsim. Remélem. Remélem, hogy... ott áll szembe. Valaki pont kutyát sétáltat a kocsim mellett. Nem a kocsimat akarja körbeizéltetni vele. Na nézzük. Hát innen messziről rendben lévőnek tűnik. Reméljük, hogy semmi nem történt. Mert az oldalát kell megnéznem. És mint itt, ahol a két izé illető elmegy, na nézzük. Jónak tűnik az oldala. Ennyi kicsi helyen volt így a kukáig. De jaj, alig félek el. Hú, kicsit elfáradtam. Sikerült visszaérni. Irány haza, lehet, hogy az autópályán, az is lehet, hogy most megállok a... Jaj, bevágtam a kamerát. Végre. Végre. Kiírta Katalin Balta. Na végre! Az egy kicsit leizzadtam. Állítok már tetőt, kinyitom, mert kis friss levegő kell. Hát egy motoros futár a falon felfestve, na mindegy. Jó, hát remélem tetszett a kirándulás, hogyha igen, akkor osszátok meg. És most hát tényleg megyek valamit enni, mert ilyen halok. Ez volt Dénia. Minden jót. Majdnem azt mondtam, hogy kellemes hétvégét, mert hétem fogalmam sincs milyen napban, de ugye még nincs hétvége. Kedv van még. Hol van még a kedv? Hol van még a hétvége? Nem, mintha nekem számítana. Sziasztok!